Szeretettel köszöntöm a fizikai és a fizikai kísérletek iránt érdeklődőket. A mai kísérleteinkben vákumszivattyúval fogunk kísérleteket bemutatni. Első lépésként ismerkedjünk meg magával a vákumszivattyúval. A vákumszivattyú elnevezés megtévesztő, mert ez a vákumszivattyú valójában nem vákumot állít elő, hanem nagyon-nagyon pici nyomású, ritkított levegőből álló térrészt. Hol fogja ezt előállítani? Ezen vákumharang alatt. Ez a vákumharang egy vastag falú üvegedén, ami képes lesz a külső levegő nyomásának ellenállni, és nem roppan össze a nyomás különbség alatt. Ugye a vákumszivattyú által előállított kis nyomás lábhatóvá tegyük, egy lufit fogok a vákumharang alá helyezni, ebben a lufiban a nyomás megegyezik a külső levegőnek a nyomásával, így az a lufi nincsen felfújt állapotban. Előzőleg a végét becsomóztam, tehát a benne lévő levegő az benne is fog maradni. A szivattyú bekapcsolása után figyeljük meg, hogy mi történik a lufiban. Látható, hogy a lufi mindenfajta külső levegő befolyása nélkül felfújódott, feldagadt. Miért is következett ez meg? A levegőben, a lufiban található levegőben az eredeti nyomás az a normál levegőnek a nyomása volt. Kívülről a lufi körülötte lévő részből kiszívtuk a levegőt, az ott található nyomás lecsökkent. A nyomáskülönbség elkezdte a lufit tágítani. Ilyenkor a lufiban is lecsökkent ugyan a nyomás, de a lufiban lévő nyomás és a guminak a húzó ereje ellensúlyt tart a vákumharanggal található nyomása. Miért beengedném a levegőt és megnéznék, hogy akkor mi történik, próbáljuk meg levenni a harang tetejét. A vákumharang tetejét nem tudjuk levenni erről, mert a benne található nyomás jóval kisebb, mint a normál körülöttünk lévő nyomás, és ez a normál körülöttünk lévő nyomás alulról fölfele nyomja a vákumharangnak az alját. Ha kiengedjük a levegőt, egyfelől a lufi visszanyerek eredeti állapotát, másfelől pedig könnyedén le tudjuk majd lenni a vákumharangnak tetejét. Látható, hogy a lufi visszanyerte eredeti formáját, és a harangot is könnyebb mozdulattal le tudtam tenni. A lufi ugyanaz állapotban volt, mint eredetileg, ugyanazt a kiindulási helyzetet kaptuk, hiszen most már a külső nyomás és a lufiban található nyomás ismételten megérkezik. Maradjatok még velünk, mert ezzel a vákumszivattyúval több érdekes kísérletet is el fogunk végezni, amit érdemes lesz megnézni.